Uddhita Trikonasana, a kinyújtott háromszög tartást fogjuk gyakorolni. Ehhez állj egy bátor nagy terpeszbe, de úgy még, hogy tud irányítani, hogy mekkora a terpeszed, és stabilan tudj állni. És a jobb lábad fordítsd el jobbra, az egész lábad, tehát ne csak a lábfejed, hanem az egész lábad, a bal lábad meg, szintén az egész bal lábad forgass befelé, és figyelj arra, hogy ne csak a lábfejed forduljon megint, hanem egészen akár a medence csontod is jöhet előre. Egy kicsit hajlíts be a jobb térded, a jobb láb nagylábúj tövét nyomd bele a földbe, és azért, hogy ellenőrizd, hogy tényleg a nagylábúj tövén van-e a súly, emeld meg a jobb sarkad. Ez nehéz lesz, de abban fog segíteni, hogy a jobb láb nagylábúj tövét terheld, és ne a sarkad. Aztán engedd vissza a sarkad a földre, de tartsd meg ezt az izommunkát, érezni fogod, hogy az egész jobb lábad hátsó részét, a sarkadtól az ülőcsontodig nagyon aktívan tartja ez az izommunka. Ahogy ezt folytatod tovább a jobb lábaddal, az egész bal lábad erősen tolt hátra, bal sarkad nyomd lefelé, és a kezeiddel keresd meg a medence csontokat megint, és kezd el oldalra billenteni a medencét, aztán lassan gyere vissza, és ezt csináld meg még egyszer. Érezni fogod, ahogy a jobb medence csontod lejjebb kerül, a bal meg felemelkedik, és aztán lassan vissza, és a harmadikat meg fogjuk tartani, és figyelj arra, hogy az egész medencéd amennyire tudod billentsd oldalra, ha ezzel megvagy, akkor a medence csontok tetejét húzd hátra, ez azért kell, hogy ne homorítsa derekaddal. A bordák elejét húzd a szemérem csontot felé, a bordák hátulját a nyakad felé, és úgy engedd le a jobb kezed a jobb lábszáradra, lehelet finoman csak, és a jobb lábszárad nyomd a jobb kezed felé, a kezed meg a lábszárad felé, és úgy kezd el lassan megemelni a bal karod, és fordítsd az orrod meg a tekinteted a bal kezed felé, a bal kezed hüvelykújja felé, nyújtoztasd meg a karjaidat, nyújtoztasd meg a gerinced, és figyelj arra, hogy a köldököt fordítsd a plafon felé, de a hátsó csípőd, a hátsó medence csontod, ami most a bal, azt nem kell hátra feszíteni, mert azzal könnyen összenyomhatod az első ízületed, vagy az ágyéki gerinced. Aztán lassan tedd csípőre a bal kezed, nézd le a földre, hajlíts be jobban a jobb térded, és úgy egyenesedj fel, hogy meg tudjuk csinálni ugyanezt a másik oldalra is. Fordítsd el most a bal lábad balra, figyelj arra megint, hogy az egész lábad forogjon, a comb tőtől kezdve, az egész lábad forgass kifelé, ne csak a lábfejed. Az egész bal lábad, a hátsót, forgass befelé. Ha úgy érzed egyébként, hogy túl nagyra vetted a terpeszt az elején, akkor veheted nyugodtan egy kicsit kisebbre, úgyhogy a hátsó lábaddal arra szólsz közelebb, és ez segíteni fog abban, hogy ne legyen olyan intenzív a nyújtás a bal lábad hátsó részében. A bal sarkad emeld meg, ugyanúgy, ahogy az első oldalon is csináltuk, figyeld meg, ahogy ez aktiválja a bal lábad hátul, a sarkadtól az ülő csontodig, aztán engedd vissza lassan a bal sarkad a földre, de úgy, hogy tartsd meg ezt az aktivitást. És a jobb lábadat is figyeld, hogy azt aktívan told hátra, úgy billentsd oldalra a medencéd, és aztán lassan gyere vissza középre. És még egyszer, a bal csípőd lejjebb, a jobbat emeld felfelé, és aztán lassan vissza középre, és a harmadikat fogjuk megtartani ahhoz. Figyelj arra, hogy a bal csípőd lefelé mozduljon, a jobb csípőd meg felfelé. Aztán a kezeiddel most is húzd hátra a medence csontok tetejét, érezni fogod, ahogy az ágyéki gerinced jobban megnyújtózik, és úgy tedd le finoman a bal kezed a bal lábszáradra, és úgy emeld meg lassan a jobb karod, fordítsd a köldököd, és az orrod a plafon felé, vagy a felső hüvelykujjad felé. A hátsó lábad még mindig tartsd nagyon aktívan. Az első lábadnál, ami most a bal, figyelj arra, hogy ne feszíts hátra a térded, inkább egy kicsit hajlíts be. A bal lábszárad nyomd bele a bal tenyeredbe, és nyújtoztasd meg az egész gerinced, hogy ne legyen most oldalra hajlásban a gerinced. És a karjaiddal olyan aktívan nyújtózz,
hogy a lapockáidettől eltávolodjanak egymástól. Aztán lassan tedd csípőre a jobb kezed, nézd le a földre, hogy stabilabb legyél, hajlítsd be a bal térded, és úgy egyenesedj fel, fordítsd a lábakat egymással párhuzamosba, és sétálj össze a lábaiddal. Jó gyakorlást kívánok! Namaste!